Köszöntöm a Sopron Televízió nézőit. A napokban mutatják be professzor emeritus Winkler András Maradék című verses kötetét. Vendégeink a költő Winkler András, köszönöm András, hogy elfogadtad a meghívást, valamint Orbán Júlia versmondó. Júlia, neked is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Kedves nézőinknek mondom, hogy régi ismeretség fűz össze professzor úrral, Júliával is, ezért tegeződünk. András, hányadik a sorban ez a verses köteted? Hát ez már a 21. verses kötet, vannak vastagabbak és vannak vékonyabbak is. És ez valóban már csak a maradék? Hát nem csak az jutott eszembe éppen, ahogy rámoltunk az egyetemen a barátommal, hogy egy csomó hát papírcetli jutott a kezembe, és azokon mindegyiken volt valami gondolat, amit csak ki kellett egészíteni, vagy már készen is voltak. Nagyon sokszor ilyen beszélgetések azok úgy kezdődnek, hogy megkérdezik a jelenlévőt, hogy kik voltak hatással arra, hogy a költészet útjára lépett. Én ezt megfordítanám már csak azért is, mert idén ünnepled majd 75. születésnapodat, hogy te kikre voltál hatással a költészeteddel, akik esetleg miattad választották ezt az utat, a rímfaragás útját? Hát én könnyű helyzetben voltam, hiszen vagy 35 évig az egyetemen oktattam, és sok hallgatóm küldte aztán később a verseit, és annak mindig nagyon-nagyon örültem, mert hát tőlem megtudták, hogy hiába műszaki valaki, azért lehet gondolatrögzítő is, lehet költő is, és hát ők is megpróbálkoztak vele, és sokan nem is eredménytelenül. De még előtte, amikor hallgató voltam, akkor az főiskolai, majd egyetemi újságot szerkesztettem, és nagyon sok hát ifjú költő ment át a kezemen, akikből később hát jó nevű költő lett. Hát akkor tudunk megnevezni? Vagy nevezzünk meg, inkább azt mondom, hogy néhányat közülük. Hát a Vágási Imre barátom volt talán az, aki a legmélyebb nyomokat hagyott bennem, sajnos korán eltávozott közülünk. Júlia, te Andrással ismerkedtél meg először, vagy először a verseivel találkoztál? És mikor volt ez? Hát ismerkedésünk még a múlt században történt. Először Andrással ismerkedtem meg, illetve professzor úrral, de mondhatom úgy, hogy rektor úrral ismerkedtem meg. Aztán, amikor visszatértem újra az egyetemre 5-6 évvel ezelőtt, akkor viszont minden verses kötet keletkezésénél ott voltam, és nagyon örültem, hogy sokszor a GYIK rendezvényház adott helyet ezeknek a köteteknek a bemutatására, illetve most megint csak a Ligneum látogató központ ad helyet a Maradék című kötet bemutatásához. Versmondóként ugye azt mondják, hogy versei rövidek, szellemesek, ironikusak, mi több, néha vaskosak. Versmondóként hogyan látod te ezeket a verseket? Hát versmondóként, hogyha kérdezik, hogy milyen ezeket a verseket mondani, ugye azt kellene mondani, hogy könnyű, holott nem, mert nehéz, hiszen a legrövidebb verseket a legnehezebb mondani, és hogy mikor jó egy vers, akkor, hogyha gondolatot ébreszt, hogyha könnyeket csal a szemünkbe, vagy ha megnevettet. Na most ez a három tényező, ez mind bent van professzor úr verseiben. Én mindig örömmel mondom, mindig találok benn valamit, és amit az előbb említettél, hogy jellemző ezekre a versekre az, hogy kevés szóval sokat mondanak. Örkény írta a rövid kis
egyperceseiről, hogy egyik oldalon áll a közlés minimuma, a másik oldalon pedig a fantáziának a töblete. Tehát én ugyanezt érzem ezekben a versekben. Tehát nehezebb mondani ezeket a verseket. És amit még ki szeretnék említeni, és amit az előbb itt a felvétel előtt beszélgettünk, hogy ezekben a versekben olyan nyelvi bravúrok vannak, és hogy milyen csodálatos a nyelv, és ezt teljes egészében professzor úr kihasználja. Akkor az egysorosokból hadd idézek, mert ez erre példa. A következő, például ki a felvonó gyáros? Lift Ferenc. Ügyeskedő író, íróasztalos. Pécsi diszpolgár, diszpécser. Vagy mi egy férjnek az itala? Papucsino. Aztán nagyon tetszik ez is, hogy rendetlen tánc, ramazurka. Piac, árulás. És az utolsó, egysoros, boszorkányos fizetőeszköz, bibircsekk. Tehát ezek az egysorosak is tényleg nagyon kedvesek. Ezeket a rövid verseket, aztán még szeretnék majd megkérni, hogy ne csak egy soros, hanem még a rövidekből válasszunk még. Ezekből a rövid verseket, tudom, azt beszélgettünk korábban is, meg most is említetted, hogy lapszélekre írod. De ez akkor úgy kész is van, vagy amikor azt mondod, hogy egy kötetet rendezel, akkor azért még egy kicsit javítasz rajta? Természetesen néha még csiszolgatok rajtuk, és néha még jobb ötlet jut eszembe. Úgyhogy ezek a gondolatok akkor csak a kezdet voltak, és azonban a legtöbbjükön nem kell már csiszolni, legalábbis szerintem. Emlékszel minden versedre? Tehát amikor esetleg Júlia egy rendezvényen elővesz egy verset, akkor nem csodálkozol rá, hogy ezt is én írtam? Nem, emlékszem. Azok a gondolatok, amik egyszer jönnek, és leírom azokat, akkor már nem surrannak el, úgyhogy bennem maradnak. Úgyhogy én tele vagyok ilyen gondolattal most is. Ja, említettük, hogy 21. köteted lesz. Mind a 21-et nem szeretném felsorolni, csak egy-két kötet címet. Elment a hajam, bomlik a vers a fejemből, elírások, becsületes megtaláló, hármas hangzat. Ezek, ugye azt szokták mondani, amikor valakiről tanulnak az irodalomban, hogy ciklikus, hogy ciklusok vannak, és arra épülnek a verses kötetek. Ezek a verses kötetek a te ciklusaid, vagy inkább egy témaköré gyűjtött verseid? Ezek ciklusok. Úgyhogy meg kell mondanom, amikor kézbe veszek egy könyvet, és kezdem olvasni a sajátomat, akkor én érzem, hogy ez melyik ciklusból való. És változnak a könyvek, és változik persze a tartalmuk, és hát most leginkább már sokszor megemlítem azt a másik otthont, ahova majd költözni fogunk. Ráismersz az életed szakaszaira a verses kötetek alapján? Ráismerek. És az az érdekes, hogy ezekbe a verses kötetekbe én összegyűjtöttem még a diákkoromban írt verseket is, mert annyira beleillettek, vagy éppen egy diákkori vers indította el egy új könyvnek az összeállítását. Júlia, a külső szemlélő is ráismerhet a professzor úr András életére? Minden bizonnyal, hiszen most, ami verset szeretnék felolvasni, ez a három név. A versnek a címe, hogy Tornatanárok, biztos, hogy a soproniaknak sokat mond, és nagyon jó volt a kérdésed, hogy milyen témák köré csoportosítja professzor úr a verseit, mert valóban megszólal a versek között Sopronnak a tisztelete, szeretete, aztán az elmúlás gondolata mostanában, akkor nagyon sokszor szól a versírásnak az érdekességéről, hogy keletkezik egy vers, és nem egy vers szól az erdő és a fa szeretetéről. Most akkor szeretném felolvasni, nekem is az egyik kedvencem, a Tornatanárok című vers.
A rákkal birkóztam, mikor éjszaka megjelentek a tornatanárok, Krasznai Zombori Tóth. Ha az ágyból kiszállsz majd, először óvatosan tornáz, aztán egyre erősebb lesz a tested, és a lelked legyőzi az ostoba kort, és futni fogsz hamar, és teniszezni, és örömed lesz minden törzskörzésben, ha jó alapos. Mire felébredtem, gyógyulni kezdtem napról napra, de álmomban sokszor kerestem a három délceg apót. Isten áldjon benneteket, tornatanárok. Krasznai Zombori Tóth. Köszönöm szépen. András, magadban hordozod a múltad meghatározó személyeit, és a múltad meghatározó eseményeit? Bizony, erősen, és sokszor gondolok rájuk, sokszor álmodok is velük, úgyhogy az általános iskolai tanárokkal, középiskolai tanárokkal, úgyhogy, és hát az egyetemiek meg nagyon-nagyon közel vannak, még akkor is, ha eltávoztak már közülük. Érdekes volt hallani ezt a verset, hiszen egy sorossal kezdtünk, mondtuk, hogy azért vannak még kis szilánkok, de azért ez már, és most elnézést a kifejezésért, ez már egy komoly költemény, hiszen három verszakkal is bír. Vannak több ilyen verseid? Van, hogyne van. Azok másképp születnek, mint ezek a kis szilánkok? Tehát szokták szintén mondani költőkről, hogy valami téma megragadja, és akkor persze iklet is kell, de akkor azért odaül, hogy én ezt ki akarom írni magamból. Vagy te nálad ez hogy születik? Általában egy jó ötlet, egy kis gondolat, és ezt mindig leírom, ez a fontos. És Szombati Viktor, a remek felvidéki magyar író, ő mondta nekem, aki apámnak jó barátja volt, hogy Andriskám, mindig legyen a zsebedbe papír és ceruza, és ha van egy jó gondolatod, azonnal írd fel, mert pillanatok múlva semmivé lesz. És én megtartottam az ő tanácsát, és mindig ezt csinálom, és akkor előveszem a cédulát, és vagy az a gondolat, vagy az a versorpár, amit leírtam, vagy úgy marad, vagy pedig abból hosszú vers is lehet, vagy egy hosszú próza is lehet belőle. Egy picit még a versre reflektálva, felálltál és teniszezel? Igen, most is teniszezem, úgyhogy valaha Sopronban elég jó teniszezőnek számítottam, és atletizáltam még itt a említett tornatanárok mindegyike. Ott volt velem az Angerréten, amikor versenyen vettem részt, hol ez, hol az, mikor, hova jártam éppen iskolába. Arra kérlek, Júlia, hogy amiről beszélgettünk, a ténylegesen meghatározó András verseiből néhányat osszál meg velünk is a nézőkkel. Nagyon szívesen teszem. A Maradék című versből Gábor bátyámnak című költeményt szeretném akkor felolvasni. Minden ember, aki egyszer született, ajándékba kapta ezt az életet. De furcsa ajándék, mert visszaveszik, ami egyszer szép volt, azt sírba teszik. Aztán a másik egy vidámabb. Egér lennék, könyvszekrénybe költöznék, reggelente új versekbe öltöznék. Estére a versruhám, ha elkopott, vacsoráznék Molière-t vagy Csehovot. Síron túl. Elfogják majd a testemet temetni, de a lelkem itt marad még szeretni. És ami a kedvence professzor úrnak,
Ha már zene sincsen, csak azt írom le, ami zenél bennem. Ha nem hallom már, tudom, el kell mennem. Úgy teremtett minket az Úr Isten, meghalunk, hogyha már zene sincsen. Azért még arra kérlek, hogy maradj még köztünk jó darabig, és mi is beszélgettünk róla, és tudom, hogy azért komoly és vidám versek is vannak, de huncut verseid is vannak, sőt mondhatjuk azt is, hogy tematikus, hiszen magad nem tagadhatod meg, szakember mi voltodat, professzor mi voltodat. Ezeket a verseket, amit kevésbé publikusnak ítélsz, ezeket hol érzed a szívedben? Hát ezek a versek is nagyon kedvesek nekem, és ezeket a verseket szűk körben szoktam bemutatni, és ezek közül néhány nagyon népszerű lett, úgyhogy egy író barátom külön írt levelet, hogy mennyire tetszik neki az egyik versem, és de hát ez a vers is egy kicsit frivol, hogy úgy mondjuk, úgyhogy de annak örültem, hogy másnak is tetszik, és hát a huncut versek, azok, a huncutság az hozzám tartozik. Már gyerekkorom óta, mert akkor egyszer azt mondta a édesapámnak az óvónéni, hogy Oszkár, kérem, tessék vigyázni, mert ez a kisfiú néha nagyot mond. És erre azt mondta édesapám finoman, hogy nem nagyot mond, csak jó a fantáziája. Valóban így van. Viszont azt gondolom, hogy azt kevesen tudják rólad, hogy azért, és itt a szakirodalomon kívül gondolom, mert számtalan könyved, tankönyved van, hogy azért te prózával is foglalkozol. Ez csak olyan mellékterméke a költészetnek, hogy jó, ezt nem tudom 3 sorba, 12 sorba megírni, vagy úgy gondolod, vagy úgy gondoltad, hogy ezt le kell írni egyfajta novellaként, vagy akármiként is? Nem, az a gondolat akkor prózában érkezik, és volt időm gyakorolni, hiszen amikor a Berzseny gimnáziumba jártam, én voltam a fali újság szerkesztője is, sokszor nem jött össze az anyag, és akkor én egy prózai, hát mondjuk úgy, hogy művet akasztottam ki, és az rendszerint a rajzolni jól tudó társaimat megihlette, úgyhogy egy ilyen prózai írás, és ezek a rajzok, ezek remekül kiegészítették egymást, és a mai napig az van bennem, hogy ezt jó lesz leírni, ez prózának való, és hát, ha valakit megihlet, és illusztrálni fogja. Az illusztrációra szeretnék majd visszatérni és a rajzra, de Júlia, arra kérlek, hogy egy rövid prózai művét Andrásnak osszál meg velünk is a nézőinkkel. A zongora hangoló. Édesapánk 1950-ben öreg használt zongorát vásárolt. Mondták, hogy a vétellel ugyancsak sok gyermeket nevelő régi ismerősén igyekezett segíteni. Meghozták a zongorát. A szállítás nem volt veszélytelen, így minket, gyerekeket a gyermekszobába parancsoltak. Mikor kiengedtek bennünket rabságunkból, ott állt a nagy szenzáció, a barna, itt-ott sérült furnérozású zongora. A 4 fiú, ha csak lehetett, sündörgött körülötte. A következő napokban azonban még nagyobb szenzáció várt ránk. Megérkezett, és birtokba vette a zongorát és környékét a zongora hangoló mester. Nyár volt, szabadok voltunk, hát körülálltuk, és csodálattal néztük a hangszert és a mestert.
egyenként mustráltuk a rejtélyes szerszámokat, követve a mestert a húrokhoz, kalapácsokhoz és a billentyűkhöz. Áhítattal bámultuk a varázseszközt, a hangvillát. A mester szuszogva, köhécselve dolgozott, és szakszerűen magyarázta a műveleteket hálás közönségének. A második héten, amikor szüleink már rebesgették, vége felé közeledik a zongora hangolás, bátyánk félénken megkérdezte a mestert, hogy mikor fog zongorázni nekünk. Nagyon csodálkoztunk, amikor bevallotta, hogy nem tud zongorázni. Biztatott minket, ha majd mindennel végzett, eljön a felesége, aki nagyon szépen zongorázik és játszik nekünk. Tovább dolgozott, és mesélt. Régen, még 45 után is egy ideig kis vegyi üzeme volt. Feleségével egy fürdőszoba nélküli lakásban laknak. Ide száműzték őket szép lakásukból. Azonban most is foglalkozik még vízfestékek készítésével. Tudjátok, hol találom az alapanyagokat? A csatornákban, a patkányok közül hozom föl a legszebb, a legmélyebb színeket. Kicsit megborzongtunk, de egyre nagyobb tisztelettel néztünk fel rá. Később is sokat mesélt a vegyületekről, és arról, hogy milyen gyönge lett mostanában a kémia oktatása az iskolákban. A magyar nyelvet kedves németes akcentussal beszélte. A tanár megkérdezi, mi a mész? Fehér por a válasz. És ez elég. Aztán tovább matatott, szöszmötölt a zongora belsejében. Egy reggel csengettek. Ismeretlen asszony állt az ajtóban. Édesanyámmal néhány szót váltottak, aki a zongorához kísérte. Mind a négyen szorosan anyánk mögött nyomultunk, hiszen azt reméltük, az asszony zongorázni fog nekünk. De ő hirtelen sírni kezdett. Letérdelt a zongorához, és végig csókolta a billentyűket. Meghalt a zongora hangoló bácsi, súgta halkan édesanyám. Nehéz megszólalni ezután. Említettem, hogy a rajzra visszatérünk. Mondhatnám azt is, hogy elmaradhatatlan szerzőpáros vagytok Mészáros György festőművésszel. De megragadt az is bennem, hogy említetted, hogy már a gimnáziumban is hasonló módon cselekedtél. Kellenek a rajzok a verseid mellé? Kellenek. Úgy érzem, hogy nagyon kellenek, és Mészáros Gyuri barátomtól már elválaszthatatlanok a verseim, és én bennem úgy vannak, hogy néha nem is a versre emlékszem, hanem az ábrára, illetve a képre, amit ő rajzolt. Nagyon jóban vagyunk, és a legnagyobb megtiszteltetés akkor ért, amikor Gyurka bátyám, lehet az is, hogy öcsém, megkért, hogy az egyik nagyon szép kiállítását nyissam meg. Hát ez nagy szenzáció volt. És egyébként is nagyon jó barátok voltunk, és a mostani művészeti intézet az neki nagyon sokat köszönhet, mert csöndes volt, de rendet is tudott tartani azon kívül, hogy nagyszerűen festett és rajzolt. Júlia, mikor találkozhatunk legközelebb a nyilvánosság előtt a maradékokat meghallgatva professzor úrral, professzor emeritus Winkler Andrással? Az előbb már említettem, hogy nagyon örülünk, hogy ismét nálunk a Ligneum látogató központban tudjuk bemutatni a Maradék című kötetet. Február 28-án, pénteken, 17 órakor várjuk a kedves vendégeinket.
András, én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál, és remélem, hogy a maradék után is még marad az, amit még ki lehet adni. Még egyszer köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Köszönjük szépen. Júlia, köszönöm neked is. Kedves nézőink, a következő részben a soproni sörgyár történetét feldolgozó kötetet mutatjuk be önöknek. Vendégeink lesznek a kötet szerzője Horváth Róbert és a Heineken Hungária ZRT kommunikációs vezetője Bors Kata. Várom önöket. A soproni sörgyár története című könyvben a hazai söripar kezdeteiről, az idén 122 éves soproni üzem különböző korszakairól, a sörgyártás meghatározó alakjairól olvashatnak azok, akik kíváncsiak Magyarország kedvenc sörének fotókkal és színes sörcímkékkel illusztrált kultúrtörténetére. A kötetet az üzem egyik dolgozója Horváth Róbert jegyzi, akinek szülei és nagyapja is a sörgyárban dolgozott. A szerző több évtizedes kutató munkáját összegzi a kiadványban, mint elmondta, szerencsés ember, hiszen a folyékony kenyér rajongójaként és amatőr sörtörténészként a munkahelye is egy sörgyár. Sörcímke gyűjteménye több mint 200 ezer darabból áll, ebből 600 a II. Világháború előttről való. A kötet budapesti bemutatóján a soproni sörgyárat üzemeltető Heineken Hungária vezérigazgatója és dr. Fodor Tamás polgármester is részt vett. Sopron polgármestere hangsúlyozta, a könyv ipartörténeti, technikatörténeti szempontból is fontos munka. Kedves nézőink, ahogy a most látott tudósítás előtt is mondtam, vendégeink a soproni sörgyár története című kötet szerzője Horváth Róbert. Robert, gratulálok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást. Valamint a Heineken Hungária ZRT kommunikációs vezetője, Bors Kata. Kata, szintén köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm, és üdvözlöm a nézőket. Robert, én arra kérném a önt, hogy röviden mutassuk be, vagy mutassa be saját magát a nézőknek, hogy tulajdonképpen tudjuk azt, hogy ki az, akinek köszönhető, ez azt gondolom, hogy csodálatos kötet. Sopronban születtem, és a sörgyárban 1989-ben kezdtem dolgozni, mint harmadik generációs sörgyári dolgozó. A édesapám és a nagyapám, illetve édesanyám is sörgyárban dolgozott, és azóta is a gyár területén vagyok, mint munkás. Ez a családi kapcsolat, ez a családi kötődést én szintén tudom, mert én magam is úgy mentem aztán tovább, mikor pályát választottam. Ez nagyon erős volt a régebbi időkben. Mi az, amire gyerekkorából emlékszik? Mert akkor azért könnyebben lehetett bemenni a apuhoz, anyuhoz, akár a nagypapához is a gyárba. Igen, gyerekként még ugye szabad bejárás volt a cég területére, mert most már mivel alkoholokkal foglalkozó cég, meg van tiltva a fiatalkoroknak a belépése, de nagyon sok időt töltöttem a főzőházba, és a főzésnek a menete fogott meg, illetve az illatok, az a maláta illat, ami felszabadult, és ez örökké meghatározza az embernek az életét, tehát ez bemaradt, beleégett az emberbe. De ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy valaki fogja magát, és nekiálljon, és az egész sörtörténetet, aztán a gyártörténetét elkezdje kutatni. Igen, ez egy másik irányba vitt el, vagy egy másik irányról beszélünk. 10 éves lehettem, amikor az unokatestvérem ott dolgozott a gyárban, mint nyári munkás, és ő elkezdte átadgatni a címkéket. És én ezt megörököltem tőle, és annyira megtetszettek, hogy ezt folytattam. És ebbe társakat kaptam később, gyűjtőtársakat, ismerősöket, barátokat, levelező társakat, és ez így alakult ki a mai napig, és így folytatódik a mai napig. Ha a gyűjteményről beszélünk, akkor jelenleg hogyan áll ez a gyűjtemény? Hát körülbelül 200-205 ezer fajta címkén van. Sajnos nem tudom megmondani, hogy hány fajta országban, mert ugye folyamatosan alakulnak az országok, hol szétválnak, hol összeállnak. Ebből kb. Egy 600 darab, ami II. Világháború előtti, ami nagyon-nagyon jelentős a magyar gyűjtők között. A II. Világháború előttiek is nemzetközi kitekintést nyújtanak? Nem, ez csak magyar. Tehát a II. Világháború előtti gyűjtemény csak magyar vonatkozik, mert ahhoz tudtam úgy hozzájutni. De hogy lehet megszerezni ezeket? Ahogy ön is említi, hogy akkoriban mi is leáztatgattuk a címkéket, mert azért azt gondolom, hogy II. Világháború előtti címkét nagyon nehéz üvegen megtalálni.
nagyon-nagyon ritka, szerencse kell hozzá, illetve nagyon sok ismerős van, aki segítette ebbe, úgy régi dolgozók, régi vezetők, mint régi ismerősök, illetve a mai internetes korszakban különböző aukciós oldalakon lehet hozzájutni ezeket a címkékhez, néha a borsos áron természetesen. Jó, jó, elkezdi gyűjteni a címkéket, de ez még mindig nem azt jelenti, hogy nekiálljon és elkezdje a sörtörténetét vagy a gyártörténetét kutatni. Igen, én mindig is szerettem a történelmet, amire visszaemlékszem az iskolákon, bármelyik iskolába jártam, és ez egy lökést adott, illetve magát a várost is szerettem, tehát szerettem volna feldolgozni, hogyha már egyszer ott dolgozok abba a gyárba, hogy mi történt, hogy készült el az a sör, illetve kik dolgoztak előtte szüleimmel, nagyszüleimmel, illetve hogyan alakult ki maga az egész gyártörténet, ez mindig is érdekelt. És hogyan sikerült ezeket az információkat beszerezni? Nagyon sok utánajárást kell. Az alapját a könyvnek, a 100 éves évfordulóra kiadott könyv váza adta, illetve én ebből írtam a szakdolgozatomat is a sörgyártörténetéből, és már akkor elhatároztam, hogy ezt szeretném kiterjeszteni teljesen, amennyire lehet kutatni a témákat. Budapesten a levéltárba jártam sokat, múzeumokat kerestem fel, illetve pluszban még régi dolgozóktól ismételten kaptam anyagokat és fényképeket. Tehát ebből áll össze a könyv. Kata, hogyan talált rá a cég arra a munkavállalójára, amelyik egy kis aranyat vagy gyémántot rejteget a fiókjába? Szerencsére a sörgyárban nagyon családias a hangulat, így Robiról köztudott volt, hogy ez a szenvedélye, és nagyon nagy tiszteletnek örvend a kollégák körében, mint a gyűjteménye, mint a gyűjtő munkássága miatt, úgyhogy nagyon boldog voltunk, hogy a 120 éves évforduló kapcsán kínálkozott az alkalom arra, hogy tulajdonképpen egy ilyen hiánypótló kötet szülessen, és hogy az pedig egy külön büszkeség, hogy egy kollégánk kutatásait tudtuk összegyűjteni és kiadni egy könyv formájában. Robert, hogyha kezünkbe vesszük a könyvet, akkor mit találunk benne? Túl azon, hogy a címe mutatja, hogy a sörgyár története, soproni sörgyár története. Különböző fejezetekre osztódik a sörgyár élete. Ugye az alakulástól kezdve akár a mai napig, ezt 10 nagyobb fejezetre bonthatjuk. Érdekes dolog, hogy részvénytársaságként indult a cég élete, és ismételten egy részvénytársaságról beszélhetünk. Közte volt egy úgymond kommunista éra, egy szabadabb lehetőségek a cég életébe, és ismételten egy részvénytársaságra jutottunk el. Illetve a kornak megfelelően címkéket, illetve képeket találunk bente. Ebből a könyvből én azt vészem észre, hogy árad az, hogy ön a sört, mint fogyasztási cikket is szereti, és magát a munkát is, amit végez. Meghatározó volt ez a megfogalmazások tekintetében? Mert ugye minden egy történet nagyon sokféleképpen megközelíthető, de én úgy érzem, hogy ebben a megközelítésben ez erősen benne van. Igen, ez nem elhanyagolható dolog, tehát mindig is azt hallottam, hogy ha az ember szeret valamit, akkor úgy szeretheti igazából, hogyha mögé is tud nézni. Tehát úgy esik jól egy pohár sör, hogyha tudom, hogy hogy készült, mi van bent, még hogyha a legnagyobb melegről is beszélünk, azért jól tudni, hogy azért mit iszunk, vagy mit fogyasztunk, de ez elmondható egy képről is, tehát ha nézek egy képet, akkor jó tudni, hogy ki a festője, milyen korba készült, tehát így élvezetes egy dolgot fogyasztani, vagy nézni. Kata, a kommunikációs szakemberként, és nem kizárva, hogy természetesen a Heineken Hungária ZRT munkatársa, milyen olvasni ezt a könyvet? Én úgy gondolom, hogy tehát nagyon élvezetes magánemberként és Heineken Hungária kollégaként is, mert tehát nem csak a sörgyár történetét dolgozza fel, hanem kapunk egy iszonyatosan színes és gazdag korrajzot, korképet azokból az időkből, amikor a sörgyár élete már Sopron városával összefonódott, és ugye már az egyik védjegyévé vált a városnak, hogy tényleg hogy panamáztak a világ, vagy a századforduló idején a sörgyárban, tehát iszonyatosan élvezetes olvasni, és emellett pedig rengeteg minden kiderül arról a sörfőzés művészetéről, hogy készül a sör, úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlom, laikusoknak és sörértőknek és szeretőknek is egyaránt. Ez volt a cél? Laikusok, a sörhöz értők, fiatalok, idősek, tehát nosztalgia, illetve tanítás? Igen, ez is volt a cél, illetve emléket állítani mindazoknak a dolgozóknak, akik részt vettek ebbe az utolsó 120 évbe. Tehát fontos megemlíteni, hogy nagyon-nagyon sokan dolgoztak azért, hogy még ma is fennáll ez a
cég, illetve hogy ezt a könyvet én megmutathattam. És sokat lehet tanulni belőle. A soproni sörgyár, tehát voltak hasonló cégek, a soproni ruhagyár említhetnénk, vagy több másikat, nem akarok ezen végigmenni. Mennyire, és ráadásul ez megmaradt, tehát mennyire nevezhető az igazán nagy családnak? Tehát most is tartja-e magát az a munkások között, amit ön is átélt, hogy nemzedékről nemzedékre adják a kulcsot egymásnak? Végülis felgyorsult az idő, tehát ezt így nehéz megfogalmazni, de igen. Tehát nem feltétlen választ az ember ugyanazt a szakmáját, amit a szülei vagy a nagyszülei választották, de próbál kötődni szerintem a céghez. Tehát nagyon sok ismerősöm van, aki hasonlóan közelít a sörgyárhoz. A ismertetőben az is benne volt, hogy a sörfőzés titkai is fellelhetők benne. Igazán van olyan titok, ami itt azért elmondható, de talán nem közismert a soproni sörgyár életében? Esetleg egy régebbi történetben. Hát szerintem a legfőbb, hogy a szívét is bele kell adni a főzőnek abba, tehát oda kell neki figyelni az első pillanattól kezdve, hogy a legjobb alapanyagoktól elkezdve a legjobb tudását beleadja. Ez a legnagyobb titok szerintem jelen pillanatban is ennél a cégnél. Így konkrétan nem tudok kiemelni olyan dolgokat, ami magához a sörgyártáshoz kellett volna akkoriba. De ugye ma már mindenki azt hiszi, hogy tulajdonképpen ez is ugyanolyan, mint a többi más robotizált, automatizált, hogy beengedjük az alapanyagokat az egyik felén, aztán kijön a sör a másik felé. Nem így van? Részben így van. Tehát azért mondom, hogy felgyorsult a világ. Tehát haladni kell a korra. A kézművesség már sajnos visszaszorulóban van minden szinten, de az, hogy ahogy említettem, hogy a szívét beleadja az embernek, az bármennyire is robotizált a világ, anélkül nem megy. Tehát ez kell ahhoz, hogy egy jó terméket adjon ki az ember, illetve hogy jól érezze magát ott. Tehát anélkül nem lehet dolgozni, hogy az ember egy kicsit szeretné azt, amit csinál. Legalább egy kicsit. Ugye a könyv bemutatja a gyár történetét belső képekkel és felvillantott történetekkel és a gyártás folyamatával, és a maiba is bepillantást enged. Ezt jól olvastam ki? Igen, igen. Végülis ez a könyv ez folyamatosan íródik. Ez nem állt le a tegnapi nappal. Ez ameddig a cég élete pörög, addig ez folyamatosan íródni fog. Hogy ezt most én folytatom, vagy valaki más folytatja, ez egy jövőbeli kérdés, de szerintem ez a történetek addig gombolyodnak, ameddig ez a cég élet. Kata, a mai emberek már sokkal erősebben vizuális igényeket támasztanak. Elolvassák érdeklődéssel, sőt felkelti az érdeklődésüket. Nehéz egy gyárba bejutni általában. A soproni sörgyár viszont létrehozott egy látogatóközpontot. Hogyan tudják esetleg a könyv alapján érdeklődésre számot tartó embereket fogadni, és nekik mit tudnak megmutatni? Igen, nagyon nagy öröm, hogy tavaly újra megnyitottuk a soproni sörgyárat a látogatók előtt, tehát lehet jelentkezni csoportos túrákra, és a látogatóközpontban, a sörházban levetítünk mindenkinek egy filmet a sörgyár életével kapcsolatban, illetve látható Robi gyűjteményének egy része, a címkéket kiállítottuk a látogatóközpontban, valamint számos fotó, régi archív fotó, vagy akár videófelvétel kiállításra került, és hát a legizgalmasabb pontja ennek az egésznek, hogy végig lehet járni a sörgyártás folyamatát, saját szemmel megtapasztalni, megillatozni a maláta illatát, megnézni az alapanyagokat, megkóstolni, tehát ez egy nagyon jó program lehet annak, aki érdeklődik ez iránt. Tájékoztatóban bent van, hogy a város és a soproni sör kapcsolata. Ez ennyire fontos? Tehát van érezhető a leghűségesebb város és a soproni sör között kapcsolat? Szerintem igen. Mi az? Hát maga a gyár, tehát hogy még mindig itt van. Tehát a leghűségesebb városban még mindig hűséges a gyár a városhoz. Ugyanis a gyár 120 éves életében többször előfordult, hogy majdnem megszűnt, illetve elvitték volna a gyártás Sopronba. Illetve nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy ez a gyár nem is biztos, hogy így jött volna létre. Tehát ezt nem itt akarták létrehozni először Sopronba. Akkoriban sikerült Sopronba csábítani az úriembert, aki belefektetett ebbe a cégbe.
Ez Győr volt az első terv, hogy Győrbe lett volna a Sörgyár létrehozva. Tehát ebből látni, hogy hűséges a város a Sörgyárhoz, illetve a Sörgyár a városhoz. Igen, marad is hűséges a Sörgyár a városhoz? Természetesen, 120 éve itt vagyunk, és most egy reméljük következő 120 vagy még több sikeres év előtt állunk. És még ehhez visszacsatolva csak annyit mondanék, hogy már az a tény is, hogy a Magyarország legnépszerűbb sörre a Sopronváros nevét viseli, és tényleg ezzel az egész országban a város nevét is öregbítjük. Ez egy olyan szoros kapcsolat, hogy amely még tényleg 120 vagy több évig is ki tud tartani. Robert, mik a tervek? Említette, hogy folytatódik a Sörgyár története, ez tény és való. Azt is említette, hogy nem biztos, hogy ön írja meg, de van-e terv hasonló munkára, esetleg részletében valamit megmutatni bővebben a soproni sörről, a soproni sörgyárról, vagy magáról a sörgyártásról? Hát vannak még kiaknázatlan területek, mert a levéltárakat még bőven lehet kutatni, akár Budapesten, akár Bécsbe, akár Brunóban, mert ugye a Sörgyár alapító az Brunóból származik, tehát biztos, hogy ott is vannak olyan adatok, amiket újdonságként meg lehetne találni. Hát úgy konkrétan ezt szeretném folytatni, ennek a kutatását, illetve gyűjteményt gyarapítani. Kata, támogatja a cég továbbra is a Robert munkáját? Igen, nagyon szeretnénk, hogyha folytatná ezt a munkát, és ugye az idő nem áll meg, évfordulók mindig lesznek, úgyhogy szeretnénk, hogyha a következő kerek évfordulókra is mindig ki tudnánk jönni valami érdekességgel, újdonsággal a Sörgyárral kapcsolatban. Kata, Robert, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még egyszer gratulálok ehhez a kötethez, és a mögötte lévő munkához. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, én már a munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom, a viszontlátásra!